Na, üdvözlök mindenkit ismételten. Olimpia 2.0. Visszamondtuk a pályázatot, úgyhogy igazából a további olimpiás témák okafogyottá váltak, nincs mit róla beszélni. Állítólag Párizsban is terveznek népszavazást erről. Nálunk ez népszavazásig ugyebár nem jutott el. A kormány szempontjából jobb is, mondjuk ügyesen csinálja a miniszterelnök úr, mert ugyanezt csinálta, amikor a vasárnapi zárvatartásról volt szó, hogy legyen vagy ne legyen. Ugye már ennyi hiányzott ahhoz, hogy ebből vagy abból a témából népszavazás legyen, és így, akkor inkább ő úgy volt vele, hogy visszamondja az egészet, és akkor előadta, hogy hát ha az emberek nem akarnak zárvatartást, akkor hát miért? Mi kormányzunk, és akkor ezt így elfogadjuk. Jó. Most is gondolom, hogy hasonló duma volt, mondjuk viszonylag csend volt ezzel kapcsolatban. Egyszerűen visszamondták, és kész. Hatalmas blama lett volna neki, hogyha ezt népszavazáson leszavazzák. Ez egy hatalmas pofon lett volna. De hát ez ugye nem történt meg. Igazából nemzetközi szinten, mert Magyarországon neki ettől kevesebb szavazója nem lett volna valószínűleg, csak azért nemzetközi megítélésben sokat számított volna, hogyha pár hónap alatt a nyertes pályázat kihirdetése előtt visszamondjuk. Így viszont ugye Párizsnak nőttek egyelőre jobban az esélyei szerintem, bárhogyha ott is népszavazás lesz és esetleg leszavazzák, mert hát valószínűleg nem véletlenül akarnak népszavazást, akkor ugye csak Los Angeles marad, és Európába a tök ugye mikor jön vissza az olimpia. Viszont a budapesti olimpiai mozgalomnak már új neve van, eddig 2024 budapesti olimpiai mozgalom, vagy valami ilyesmi volt. Most már 2028, úgyhogy ez szépen így fog tolódni egészen gyakorlatilag a végtelenségig, addig, amíg nem kapunk erre jogot, hogy rendezzünk olimpiát, igen, rendezési jogot, jajaja. Úgyhogy ez még odébb lesz. Most ez tényleg egy rövid videó lesz ezzel kapcsolatban, más nem is nagyon szeretnék, vissza lett mondva. Aki örül neki, az örüljön neki. Sajnos az a baj, hogy ettől több kórház nem biztos, hogy lesz. Valahogy nem akarom elképzelni, hogy... Vagy nem azt, hogy nem akarom, hanem nem tudom elképzelni, hogy inkább az egészségükbe fecsüljék ezt a lóvét. Ettől függetlenül ez ugyanúgy el fog tűnni majd, bár egyelőre ugye az idei költségvetésben még nem lettek ilyen súlyos milliárdok félretéve olimpiára, viszont a gyorsforgalmi utat, ami már projektben volt az olimpia miatt, hogy esetleg emiatt felújítják, hát azt már el is kasszálták, tehát nem lesz felújítva a repülőtérre vezető út, aminek én annyira nem örülök, bár annyiban jó, hogy legalább nem lesz akkora káosz, mert most az átépítés, építkezés eltartott volna egy cirka egy évig, azt nem tudok közlekedni a reptér fele normálisan, ülői út beállva, a Soroksári az messze van ahhoz, akkor a kerület nem akartam volna tenni, úgyhogy ilyen szempontból esetleg még egész jó. Most ehhez még így hozzácsatolva, hogy a 3-as metró projektnél meg a pályázat, ami ki volt írva, azt megint elkasszálták, mert valamit nem találtak még mindig rendben. Tehát elképesztő, hogy mik mennek itt ezeknél a pályázatoknál, bazd meg. Tehát nem is mondok erre már többet, fölösleges erről már többet beszélni. Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel. Nézzétek meg az első olimpiás videót, amikor még úgy volt, hogy rendezünk olimpiát, vagy rendeznénk olimpiát, és nagyon komoly esélyünk is volt. Kövessetek YouTube-on! Ciao.